Garai Gábor, Milarépa halála. Hogy Milarépa már mindent tudott, s házát utolszor is felépítette, és úgy cserélt kedvére alakot, miként tavasszal téli szört a medve, s szavára dombot növesztett a táj, és fölfelé hult a kő, ha ő akarta. Egy este eljött érte a halál, és leült mellé pipálni a padra. Eljöttem, érted, mondta. Készülődj. Majd sokáig hallgattak mind a ketten. Messzire néztek, és szemük előtt eltűnt a föld a hízó szürköletben. Várj, holnapig még hat gondolkodom, szólt Mila Répa. Tudom, hogy megértesz. A halál elment, s másnap jókoron indult a láma öregmesteréhez. Ó, mester, szólt. A halál hívogat. De érzem volna rajta is hatalmam. Ma este még újból meglátogat. Ó, enged, hogy házamtól elzavarjam. A mester válaszolt. Megteheted, ha sajnálod itt hagyni porhazádat, ha rákiált a szót fogad neked, de vízd eszedbe ez tilos varázslat. Ha megteszed, Többé nem hajt a fű szavadra rózsát, és a kő sem enged intéseidnek, és az együgyű bodzák többé datóját nem teremnek. Ennek kell akkor, ha megéhezel, s vágyadon nem lesz elmédnek hatalma, én ennyit mondok. Te meg úgy teszel, ahogy a szíved óhaja sugalja. Így szólt a mester, aztán lefeküdt. És Milarepa illőn megköszönte. És hazamentében játszott. Színezüst virágport hintett a meddőrögökre. Szólt a folyónak, folyjon vissza, és megtette. Minden engedett szavának. A fán halak csipogtak, s a nehéz elefántok az égen száldogáltak. És ő hazaérve elgondolkodott, elévődött a felborult világgal. Utána mindent helyére rakott, és még aznap este. Elment a halál.